Jó estét, urak, hölgyek! Tisztelettel köszöntöm ezen az imankós estéken Önöket, és a kedves vendégemet is. Szeretettel köszöntelek, és ebben a műsorban az a szokás, hogy a vendég mutatja be saját magát. Ki vagy te? Hát... Igen, ez csak nagyképűen lehet fogalmazni. Nem tudom, hát igazából pontosan meg tudnám mondani, hogy ki vagyok én, akkor nem lennék rockzenész. Egy csomó bizonytalanság van bennem, hogy az Úristennel milyen a kapcsolatom. Elméletileg azt szeretem a legjobban, vagy gyakorlatilag, hogy rockzenész vagyok, az egyszerű, de hát a színésztől kezdve mindenféle vagyok, de inkább maradjunk annál, hogy rockzenész. Bizonytalanság van benne? Nem, csak az ember, amikor a világ elé kiáll, akkor én szerintem nem mondhatják pontosan, hogy mit gondol magáról. Hát dehogy nem. Én azt vallom, hogy azért te 70-hány éves vagy? 75, mindjárt 76. Mindjárt 76 lesz a januárban valamikor, ugye? Így van. Tehát... Ilyenkor egyesek azt mondanák, hogy megette a kenyere javát. Igen, ez egy nagyon jó mondás. Én is úgy érzem, hogy megettem a kenyerem javát. Igen? Ettől függetlenül még eszem ágában sincs meghalni, még nagyon sok tervem van, még el kell tartani a családomat, meg hát ilyenek. Milyen bizonytalanság és félelem van benned? Hát bizonytalanság, az ember meghatározza a saját helyét a világban, akkor az persze bizonytalanságot okoz, mert itt körülöttem az a világi realitás. Nem mindig úgy működik, ahogy én szeretném, de nekem meg kutya kötelességem valahogy ebben életben maradni. És ettől van bennem bizonytalanság, hogy akkor a másik dolog, hogy ha mondok valamit a világról, vagy egyáltalán mondok valamit, akkor mindig van egy kérdőjel. Tessék mondani, nekem most biztos igazam van? Nem biztos egyáltalán. De az nem számít, hogy igazad van, hanem szerintem sokkal fontosabb, hogy azt, ha valamit hittel állítod. Igen, de az ember valamit hittel állít, akkor akarva, akaratlanul megsért embereket. És akkor ott nézel, de hát én, mit hát, most mondjuk, hogy én tessék, hogy én istenhívő ember vagyok, akkor rögtön megtalál a fórumozó, hogy... Szoktad olvasni a fórumokat? Nem. Mondom őszintén, nem, mert nekem nem mondja meg valaki, hogy én éljem az életemet. Hát én élem az életemet, és én sem mondom meg másnak, hogy élje. Miközben nyilván fejben elmondom, hogy hát ő egy hülye. De azért meg szoktak kérdezni ilyen olyan dolgokról, és akkor ilyenkor bizonytalan vagy abban, hogy ki mondd azt, amit érzel és gondolsz? Igen, mert semmiképpen nem szeretném a világot megsérteni, mert a világ az úgy hülye, ahogy van. De hát ezt nem sérthetem meg. Hát hogyha a hülyének azt mondod, hogy ő egy hülye, akkor az nem igaz, hát ő azért hülye, mert okosnak hiszi magát. De én meg azt vallom, hogy az őseink nagyon fontos mondatokat mondtak, amit mi elfelejtünk nagyon sokszor. És az egyik ilyen mondat, amit én rendszeresen szoktam használni, mert rengeteg előadást tartok országszerte, és az előadások elejét, azt mindig ezt a mondatot közbeszúrom, amit ma este hallanak urak, hölgyek, és ne mingük, ne felejtsék el, kérem, ne vegyék magukra. De aki magára veszi, miután te ezt elmondod, és ő magára veszi, hát az már nem az én dolgom. Hát azért veszik magukra, mert valamilyen szempontból valami betalál. Hát jó, csak a... Igen. De ez már az ő dolga. Így meg egy állandó, nem mondom, hát hogy de... rettegés, de... Hát ebben igazad van, az ő dolga, na de akkor engem fog utálni, ha szembesíted saját magával. És akkor mi van? Hát azért, mert akkor megsérted. Vérig sérted. De várjál, de nem szerethet mindenki, Feró. De hát valahogy,
Arra kéne törekedni, nem? Na. Azt szeretném, hogy szeressenek. Nem. És elvesznék, keressenek, hogy mondja az egyik nótám. Nem. Nem. Figyelj ide, én sokkal fontosabbnak tartom, hogy én a saját szememben jól érezzem magam, és akkor fogom jól érezni magam, hogyha én saját magamat becsülöm és tisztelem. És nem a világnak akarok megfelelni. Hát nem lehet a világnak megfelelni. Tudod, ez ugyanolyan, mint nem tudom, fiatalon, hogy rászántad-e magad, hogy a világ összes nőjét elkapd. Pedig az jó. Jó lett volna, nem? Igen, 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 jó lett volna. És mikor jöttél rá, hogy nem megy? Hát nem értem rá, most már az utóbbi időben olyan szerszámok vannak hozzá, bekapod, aztán minden játszik. Oké, de amikor rájöttél arra, hogy nem tudod lerendezni a világ összes nőjét, mert lehetetlen. Hát igen, hát lehetetlen megkapni minden lányt, de törekedni kell rá. Akkor te törekszel rá? Nem tudom, hát ez benn van, ott benn van valahol. Tehát törekszel? Mélyen a tudatomban, igen. Meglátok akkor... egy nőt, akkor arra gondolok, hogy ez valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ez egy mi? Új. Nem tudom. Hát ez a varázsa a csajoknak, hogy ránézel, és arra gondolok, ezt a csajt még nem ismerem. Na jó, akkor fordítsuk meg a dolgot. Ezt a csajt még nem ismered, de mi a te varázsod? Aha. Hát nem az, hogy szép vagyok, az semmiképpen. Nem, én úgy gondolom, hogy nekem szép a lelkem. És hogyha ezt a csaj... Mitől szép a lélek? Hát, hogy a világról, hogy a világot nem bántam túlzott, amiközben megérdemelné, és ettől az embernek a lelke azért szép. Nem. Te arról beszélsz, hogyha ezt lefordítom, akkor hogy lehet a lélek szép, hogyha tele van elfolytással? Hát az nem szép, az görcsös. Érted, amiről beszélek? Értem, pontosan tudom. Még csak azt sem tudom mondani, hogy nincs igazad. De... Hát bennem mit kezdesz a görcsökkel? Nekem nincs ebben görcsöm. Teljesen tudomásul veszem, hogy itt vagyok én, egy zseni, ti pedig itt nem értitek, nem fogjátok fel az én nagyságomat. De attól még a görcsök ott vannak. És hát a legtöbb ember a görcsöket tünetileg kezeli. Akár csajokkal, akár piával, akár sok munkával. Ezt hívják kompenzálásnak. De ez nem azt jelenti, hogy az ember, hogyha egyedül van, tényleg, hogyha egyedül vagy, mit szoktál csinálni? Hát... Általában filozófálgatok, tehát vagy előveszek egy olyan könyvet, ami érdekes. Utóbbi időben nem nagyon veszek elő könyveket, mert olyan érzésem van, hogy én már mindent kiolvastam, már mindent tudok, nekem már a könyvek nem tudnak újat hozni. Bibliát is olvastam mostanában? Igen, azt szoktam. És mire emlékszel? Utoljára mit olvastál, ami megragadt? Hát utoljára én Jézus Krisztusról olvastam, főleg az érdekelt engem, hogy amikor kiverte a kufárokat. És nehéz a Bibliát, nehéz megérteni, azért maradjunk ebben. Olyan arhaikus nyelve van, hogy az embernek azt le kell fordítania. Milyen kufárt akarsz te kiverni? Mert tudod, amikor valami érdekel, akkor az illető mindig saját magából indul ki. Tehát, hogyha van egy elfolytás, hogyha a világnak nem mondod ki egy adott szituban, amit gondolsz, akkor lehet, hogy az illető a szemedbe kufár lesz. És szíved szerint kivernéd a világból. Hát vannak pillanatok, amikor ki kéne verni őket, de hát ez igazából nálam azzal függ össze, hogy... Elvárják tőlem, hogy én mindig ez egy akkora hülyeség, de mindig a rendszer ellen voltál, mondják nekem. Uh-huh. De én nem vagyok a rendszer ellen. Általában a rendszerek vannak ellenem. Tehát uh-huh. Nagy különbség a kettő között. És nem akarok a rendszer ellen lenni. A másik, hogy én most igazából a rendszer ellen vagyok, de az nem a politikai rendszerről szól. Mert az hanem emberek arról, ezt keverik össze. Arról az uralkodó rétegről, amelyik influencer, a
aki elmondja, hogy mit kéne csináljak, mit kéne gondoljak a világról. De te bizonyos szempontból a saját köreidben te is influencer vagy. Hát én nem akartam. Nem akartad, de felruháztak egyesek. Igen. Nem, és akkor most hogyan... Bizonyos szempontból te is megmondó vagy, miközben a megmondók ellen harcolsz. Hát azok a megmondók ellen, akik úgy gondolják, hogy nálamnál okosabbak, és az ő rendszerük, a gondolkodási rendszerük minden, az szerint kéne éljek. Tehát nem lehet mondanom, tehát ma a világban egy ilyen, teljesen hülye a világ ma. Tehát érted, hogy egy bűnözőt ünnepelnek marhára, azért mert egy rendőr megölte, ami rendkívül szomorú dolog, de utána nekem le kell térdelni? Dehogy kellett érdelni. Én ezt mind értem, tehát furcsa dolgok történnek a világban, az kétségtelen. De van benned egy bizonytalanság ebben a világban való tájékozódást illetően? Van, persze. Van. Nehéz elfogadni azt, hogy lehet, hogy nekik van igazuk. Aha. Te figyelj, mit kezdesz a bizonytalansággal? Kiéneklem magam. Azt kérdezem, tudod, mit csinálsz? Kiéneklem magamból. Kiéneklem. Írok dalokat. Oké, de az a feszültségtüneti kezelése csak. Azzal még nem oldod meg valójában a konfliktusodat. A bizonytalanság ideig, óráig megszűnik, ott állsz a színpadon, kiénekled magad, tök jó, de utána lejössz a színpadról, és utána mi van? Utána pálinka? Nem, utána jól érzem magam. Meddig? Mint Krisztus a kereszten. Az egyik nótámban benne van. Mint Krisztus a kereszten. Jól érzem magam, igen, szegény, biztos jól érezte magát. Na jó, de ő maga vállalta ezt a sorsot. Hát te is. És én sokszor úgy vagyok vele, hogy én vállaltam ezt a sorsot, hát befoghattam volna a pofámat, sőt, be is foghatom még most is néha, mert inkább elfordulok. Jó, nem akarok ebben részt venni. Egy adott szituban, amikor érzed, hogy az zavar, nehezen mondasz nemet? Hát, hogyha zavar egy szituáció, akkor azt el kell mondanom. És ezzel... Mindig kimondod? Hát maradjunk úgy, hogy amit azt hiszem, hogy Selye professzor mondta, hogy folyamatosan harcban kell állnod a világgal, de adott pillanatban egy okos kompromisszum. Az jó lehet. Na most ezzel mi jött? Kompromisszum vagy megalkuvás? Hát ezt nem lehet megmondani pontosan. Most az, hogy én elmegyek az X-faktorba és ott mentor leszek, és emberek sorsáról döntök, akkor... De azok az emberek önként jöttek oda? Igen, igen. Senki nem kényszerítette őket, senki ők nem. Híresek akarnak lenni. Igen. Tehát az egójukat táplálják. És akkor azt hiszik, hogy ha híresek lesznek, akkor lesznek valakik. Ez jó, csak nem de ilyenkor nem lehet megbántani, mert igazából én azt vallom, hogy teljesen mindenki tud énekelni. Jobban, rosszabbul, attól függ. Például a nagymamája biztos boldog örömmel hallgatja azt a hamisságot, amit a kicsi unokája énekel neki. Biztos. Mert szubjektív. Mi meg szólunk neki, hogy ha lehetne nagymamának énekelni, jó, itt ne. Igen. És ezek valamilyen szinte megalkuvások. De miért nem mondod, hogy kinek nem inge, kedves urak, hölgyek, amit én most elmondok véleményként, hogy tehetséges vagy nem tehetséges, hogy ha úgy érzi, hogy tehetséges, én azt mondom, hogy nem, hát ne fogadja el, ez ön dolga. Na, honnan veszem a bátorságot, hogy valakire azt mondjam, érted, hogy te tehetségtelen vagy. Mi van, hogy ha te ezzel segíted őt? Mert tudod, a lehető legrosszabb, hogyha valaki hazugálmokkal hitegeti saját magát. Mert a hazugálmokkal való hitegetés során önmagától veszi el az időt, ami kétségtelen a fejlődést nézve egy tanulópénz. Mivel ezt a tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetni, hogy rájöjjél arra, hogy én tehetségesnek hittem magam, de nem vagyok az. De akkor előfordulok egy másik irányba, és keresek valami olyasmit, amiben jól érzem magam. Na de egy ilyen fellépő, aki jön és megméretteti magát mondjuk egy X-faktorban, vagy a dalban, vagy bármilyen műsorban,
az nem azt fogja gondolni, hogy ő nem jó. Azt mondja, Feró egy hülye. Nem hallja, hogy én milyen jó vagyok. És itt ez a lényeg, hogy nem baj, de a Feró ezt gondolja. Hát azt, és meg kell mondani neki. De általában ennek nem sok eredménye van. Hát ugye mindenki érti azt, hogy szevasz van. Nem mész tovább. Hát amikor a Szőke csajott, aki énekelt például az X-faktorban, és én tulajdonképpen megsajnáltam. És megsajnáltam, mert már nem volt fiatal, már viseltes volt a csaj, és akkor ideál, és akkor itt most szembe áll, majd saját magával látja, mert mi elmondjuk neki, hogy mi. És amikor én úgy próbálom úgy menteni a helyzetet, azt mondja nekem, miért Feró, neked van hangod? Én megnézem, hogy ha várjunk már, hát miért a pofátlanság? Mondom, lehet, hogy nincs, na de én vagyok a nagy Feró. És... Igen, te letettél valamit az asztalra. Hogyha belegondolsz az egykori Feróra és a mostani Feróra, van különbség a két Feró között? Van. Mi? Na, persze. Akkor kerestem a létezésem határait, és ezért provokáltam minden pillanatban. Ma már, úgy mondom, hogy művészi szinten provokálok, de ez nem provokáció, már ez egy kicsit megalkovás. Tehát azt mondom, hogy figyelj, ez olyan vers, hogy elájulsz. Végre én is verset írtam. De figyelj, lehetséges, hogy abba a Feróba volt tűz, ebbe a Feróban meg pislákol? Nem, mert ugyanúgy van. Csak, mint ahogy mondtam az elején is, ez a világ itt körülöttem, ez egy valóság, ez a realitás. Akkor is valóság volt az a világ? Igen, de akkor voltak pillanatok, amikor nem lehetett mit csinálni, csak kimondani. Tehát, de most ugyanaz a világ van. Mert tudod, mi történik, hogyha kimondod? Nem tudom, hogy mennyire gondolkodtál azon, hogy elképzelted már azt az érzést, amikor majd egyszer elmész? Nem. Nem képzeltem el, amikor kitolnak a tepsim. Nem, amikor kitolnak. Ja. Mielőtt oda kerülsz, és még élsz, milyen gondolatok lesznek a fejedben? Hát, azt hiszem, hogy az, hogy remélem, hogy mindent elkövettem annak érdekében, hogy ez a világ, amiben élünk, ez jobb legyen. De várja, a remélem, az abban a pillanatban egy vágy. A vágy az nem valóság. Tehát, aki tűzben fogant, tűzben élt, az tűzben halljon meg. Mert hogyha ezt megcsinálja, akkor önmaga számára hiteles. És aki önmaga számára hiteles életébe, a halálába is az lesz. Érdekes. Micsoda? Hát amit mondasz. Igen. Miért érdekes? Hát, nem tudom, az ember, ahogy öregszik, vagy elhűl, vagy bölcsebb lesz. Ez a mind a kettőt én fenntartom, ezt a lehetőséget. És ezért nagyon, nagyon nehéz megmondani, hogy amit én most gondolok a világról, abban nekem nem mondhatom ki, hogy igazam van. Még dehogy akkor is nem. Nem. Dehogy lehet. Nem. Nem lehet valahogy. Képzeld el, tudod mi az, mert te ismert vagy, és letettél ezt azt az asztalra. Valószínűleg szoktál elmenni vásárolni, megállítanak. Egyfolytában, meg főzök, meg ilyenek. Megállítanak még? Meg, egyfolytában. Fotózkodás. Autógram, fotózkodás. Autógram, most ez a keresztanyú miatt, meg Babos bácsi is lettem. Igen. És akkor szoktam minden. Mondani, hogy igen, hát régen én voltam a nagy Feró. Igen. Hát most nem, akkor el fognak felejteni, mint nagy Feró. Nem, mert van egy réteg, egy korosztály, amelyik de jó, az a réteg, az mindig nagy Feró lesz. Sokára meghal, és akkor mi lesz a... Én vagyok a legöregebb, úgyhogy ők még nem
nem hallhatnak. Hát dehogy nem. Ők még nem. Itt van a Covid. Hát a Covid az meg fogja fésülni, meg is fésüli a populációt. Hát ebben nincsen gondom, hál' Istennek. Tehát, hogy, az, amit annak idején úgy hívtak, hogy a Beatrice-re nem azt mondták, hogy a botrány zenekar, mondták azt is, de inkább azt, hogy a Beatrice jelenség. Tehát a rendszer így fogalmazta ezt meg, mint ami valami jelenség lennénk, és nem pedig elmondtuk a rendszernek, hogy mi a rossz benne. Érted? Vagy amikor megírta... Akkor miért nem mondod el most ennek a rendszernek, hogy mi a rossz? Mert figyelj ide, én azt gondolom, hogy aki egykor úgymond lázadó lesz, akkor azért a hittel való lázadó azért csinálja, hogy önmaga esténként becsülettel tudjon a saját tükrébe nézni. Most is becsülettel a saját tükrödbe akkor tudsz nézni, hogyha látod, hogy valami be benne vagy, megkérdezik, kimondod azt, amit gondolsz, és nem érdekel. Mert előtte megkérdezed, hogy én, mint nagy Feró, elmondhatom őszintén a véleményemet? Nem. És akkor ők azt mondják, hogy nem. Igen. Erre te, mint nagy Feró, azt mondod, hogy nagyon szépen köszönöm az őszintességet, akkor megyek is, minden jót kívánok, felállsz és elmész. Úgy van. De hogyha azt mondják, hogy igen, akkor ami a csövön kifér. Jó, csak előtte elmondom nekik, hogy ez az én gondolatvilágom. De nem mentek. Nem kell így élni. Nem mentegetőzök, kinek nem inge, ne vegye magára. De én sorozatosan úgy érzem, hogy van benned egy belső feszültség, egy ilyen megfelelési kényszer, hogy nehogy rólad valaki valamilyen rosszat mondjon. De hogy nem mondanak egyfolytában. Mondanak. Hát persze, ez engem mondjuk, ez engem nem, különösen nem érdekes, sőt, időnként élvezem, amikor azt mondják, hogy a talpig tetovált Feró részegen feküdt az asztal alatt, és akkor mondom, de rajtam nincs egy tetkó se. Tehát ezek a véleményekkel nem tudsz mit kezdeni. És akkor ezt tudomásul veszem, hogy az is én vagyok. Uh-huh. Ami nem igaz, de hát nem mutatok. Másként fordítom. Hogyha meglátod ezt a mostani 10-20 éves populációt, milyennek látod? Hát nyilván, mint... idősödő rockzenész, nyilván nem értem azt őket. Hagyjuk. Milyennek látod erő szempontjából? Hát igazából egy rendkívül alkalmazkodó... Puhány brigád, ezt mondja a Csernus. Ez jó, mert teljesen egyetek, az. De én mondom, hogy puhány brigád. Egyet értek vele, az. Ez, gondolj bele, nem a mi felelősségünk, eznek a populációnak ezt kimondani? De neki már más ideáik vannak, más sztárokat szeret. Nem a sztársága lényeg, hanem az, hogy váratlan szitúban ő megcsinálja-e azt, amiben hisz. Egyáltalán bátor-e hinni valamibe? Vagy csak úgy fog tenni, minthogyha hinne? De hogyha úgy fog tenni, minthogyha hinne, akkor valójában mi, aki látjuk, hogy mi történik, egy álszent brigádot nézünk erősödni. Akik erőset mutatnak, de éles helyzetben összeszarják magukat. Ez az idős szülők és idősebb emberek felelőssége, hogy igenis, aki kíváncsi, felhívja a figyelmét, mert így ők frusztráltan fognak elbukni. Tehát ő akarta. Hát akkor, hogyha megkérdeznek téged, mint Nagy Feró, figyelj ide, akkor Nagy elmondom, Feró, igen. Tapasztalt vagyok, szerinted ezzel a rekett hanggal képes vagyok én bármire is? Te azt mondod, hogy hát nézd, fiam, a zenei tehetséged, képességed alapján semmi, barátaidnak nyugodtan énekeljél, ott ez elmegy, és közben érezd jól magad. Hát igen, jó, csak ennek a nemzedéknek, ennek nem tudom, hogy vannak-e ideájai, vannak-e tervei.
hogy ne lennének. Képzeld el, az egyik terve az, ezzel a TikTokkal, meg Facebookkal, meg egyébben Instával, hogy minél többen észrevegyék őket, és minél többen szeressék őket. A szeretetésség hajtja ezt a világot. Ennek akarnak megfelelni. Tudod, a lájkolások, a szelfik, milyen ügyes vagyok. Tehát ezzel becsapja saját magát. Pontosan. És ezt elmondod, akkor azt mondják, hogy vén hülye, nem tudja. Képzeld el, amikor nekem azt mondják, vén hülye, mondom, semmi baj. Nekem sincs. Hát az vagyok, nem? Nem vagy hülye. Hát hülye nem, de, de akkor miért mondod szemszögéből... Ki nem szarja le az ő szemszögét? Önmagaddal van elszámolni valód. Úgy fogsz-e meghalni, mint egykor az a fiatal Feró volt? Vagy nem? Remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem. A világ a tűzzel. Csak fejlődik valamerre. Azzal a tűzzel. Elindultál hullámként, hullámként fejezed be. Vagy posványként? Miközben azt nézed, hogy jaj, nehogy valakinek a tyúk szemére lépjek? És akkor hol marad itt a tartás? Hát állandóan nem lehet a világot verni, állandóan nem a világot verni. Olvasni. Nem, hogy... Figyelj, én egyébként nagyon jól érzem a bőrömbe, de hogyha megkérdeznek és kinyitom a szám, akkor kinyitom a szám. És hát, akkor minden vagy te bele. A Csernus, a hát miért te vagy a Feró? Hát jó. Hát te vagy a Feró. Hát ebből a szempontból mind a ketten hiszünk valamiben. Te abban, én ebben, ez a közös nevező. Jó, csak hát tudom, hogy te kérdezel, nem én. Kérdezel. De mit ez valamennyire eredményre vezetett, akinek elkezdte kiabálni, hogy ő egy aberrált, abnormális. Azután azt mondta, hogy húha, hát a doktor mondta nekem, akkor meg kéne gondolnom a dolgot. Nem. Azt fogja mondani rá, hogy hogyan ez nem ért hozzám. Azt fogja mondani, nem. De én nem azt mondom, hogy aberrált, hanem... Én megkérdezem, hogy van egy érzésem, megoszthatom-e veled? Ha te kíváncsi vagy, és azt mondod, hogy igen, akkor azt mondod, hogy oké, beszélgessünk egyet. Mert én azt gondolom, hogy a hitnél nincs fontosabb ezen a világon. És teljesen mindegy, hogy miben hiszel. Képzeld el, egyszer... 5 évvel ezelőtt elkavarodtam Portugáliába, és azért osztom meg veled, mert találkoztam majdnem egy idős emberrel. Elkavarodtunk egy borászatba Portugáliába. Európa legnyugatibb csücskénél, és képzeld el, ez a kelet-német faszi egyszer a fejébe vette azt, hogy ő szeretne borászatot Portugáliába. Eddig nincs is semmi gond. Megszerezte a pincészetet, gyönyörű kis pincészet volt, de ez a faszjainka eldöntötte, 95 éves volt. Amikor ott jártunk, akkor volt 103 éves. Rá 3 évre halt meg, 106 évesen, és olvastam a cikket, hogy úgy halt meg, hogy odahívta a fiait, és azt mondta, hogy gyerekeim, elfáradtam, de most már tiétek a kulcs. És rá pár hétre meghalt. Tehát tudod, ez, hogy valaki 95 évesen hisz valamiben, 100 évesen hisz valamiben, 106 évesen hisz abban, hogy fontos a búcsú és az elengedés, és kiállt önmagáért, ez nekem példaértékű. És amikor valaki azt mondja 60 meg 50 évesen, hogy jaj, én már öreg vagyok változtatni, nekem mindig ez a 95 éves faszi jut eszembe. Én még azért benne van a világ megváltása. Az egy, hogy is mondjam, az egy ilyen német nagyferó volt, de nem sokan tudtak róla, de nem is ez a fontos. Mert az a fontos, hogy szerintem nyugodt szívvel, békében ment el. Hát mert valószínűleg volt benne egy feladat, amit ő elvégzett. Vagy egy érzés. Vagy egy érzés itt, csak.
Így ezt megcsinálta, és utána, amikor úgy érezte, hogy vége. Szólt az Úristen, hogy na akkor. Szia. Eddig. Ezért mondom, hogy hittel élni, hittel lehet ezek után meghalni. Az egykori Feróhoz képest az a hit, ami benned van, hány százalékos most? Én úgy érzem, hogy 100. Uh-huh. Én úgy akkor érzem. Az a Feró is sem mondta el mindig a frankot? Az hát a Feró nem is mondhatta ide... el, mert ha elmondtam, amikor bevitt a rendőr. Hát voltam, bent tartottak egy párszor. Jó, oké. Okay. De most már de tudod, akkor visz... olyanokért elvittek, ami hihetetlen. De most mondtad, már nem fognak elvinni. Most már nem fognak elvinni. Hát nem tudom, hogy az jobb-e, hogy bevisz a rendőr, vagy pedig az, hogy az ember lelkébe belegázolnak. Jót mondasz, mert én... Melyik a több? Hát ez szerintem a belegázolás az több. Mert bemegyek, megpofoznak, kijövök, túl vagyok rajta. Igen, de én azt vallom, hogy akkor gázolhatnak belém, hogyha hagyom. De hogyha én úgy döntök, hogy nem hagyom, akkor tiszteletben tartom azt, amit a másik mond. De megyek tovább nyugodtan. Úgy érzem, hogy megyek tovább nyugodtan. Tehát az, hogy valaki nekem azt mondja, Feró, ez nem rakendról, amit te csinálsz. Hát én azt szoktam ilyenkor normálisan visszajönni, hogy örülök neki, hogy te legalább az igazi rakendrolt élet. Én még nem tudom, mi az. Csak találgatom, hogy mi lehet az a szabadság, amit úgy hívunk, hogy rakendról. De hát van, aki ezt egyből jobban tudja, egy fórumozó, egy beíró, egy utálatos ember. Há, nem utálatos, csak nyuszi. Nyuszi nevezhetjük gyávának is, mert online felületeken bátor, de szemtől szemben nem. Jó, csak ilyenkor, amikor azt nézem, hogy neki mennyi súlya van ebben a világban, amiben élek, és kiderül, hogy semmi. És akkor mi van? Egy másik zenész ír rólam valamit, és nézem, hogy visszaírtam neki, hogy figyelj, légy szíves, mondd már, hogy melyik dalokat írtad te, mert egy sincs. Akkor meg honnan veszed a bátorságot? Tehát ha nekem a Bródi János odaállítana és mondana valamit, azt komolyan venném. Érted? Mert ő tisztelem, becsülöm, de amikor egy senkiházi, akit a seggemből kaptam ki, az elkezd nekem magyarázni, és hogy a rakendul ilyen, meg olyan, amolyan, hát akkor miért nem csinálod? Ja, hogy nem tudod megcsinálni. És ráadásul 50 évesen, tehát egy 50 éves, mondjuk azt, hogy rockzenész, mit mondjunk rá? 50 évesen, ha addig nem ért el sikert, és nekem azért van egy elvem ebben, 27 éves korodra be kell futnod. Az a befutás nem azt jelenti, hogy akkor híres sztár leszel, hanem most már tudod a helyedet a világban, meg egyebek. Ha ez nem, akkor egyre rosszabb a dolog. Mert 40 évesen már egy csalódott, a világot fogod szídni, hogy te amúgy nagyon jó vagy, de ez a világ nem ért meg téged. Világos. 50 évesen már kibírhatatlan. Ez a felelősség elöli menekülés és az elhárítás jelképe. Visszatérve, még egy mondat, kérdés. Azt mondják, hogy az egyik legszebb dolog akkor abbahagyni az evést, amikor az a legjobb. Hát én ezt nem tudom. Nem, én... Mikor fogsz úgy dönteni, hogy nem állsz többé színpadra? Nem tudom, az életelemem a színpad. Tehát mikor fogsz úgy exhibicionista dönteni? Dolog nálam. Az egy kompenzáció. Mikor fog úgy? Mikor fogsz úgy dönteni? Nem tudom, még ez nem... Még nem gondoltam erre, hogy... De hogy akkor már megsuhintott csak... ez a gondolat. Látom rajtad. Néha van olyan, hogy azt mondom, hogy hogy nem kéne ezt abba hagyni. Látom rajtad, hogy érzed. Érzem, hogy érzed. Jó, de felnézek az Úristenre, és azt mondom, te figyelj, meddig kell még ezt csinálnom? Azt mondom, nem ér. Rosszul érzed magad? Nem. De hát akkor... Akkor abba adni az evést, amikor az a legjobb. Képzeld el, akkor úrrá leszel az egódon, a hiúságodon,
a kabzsiságodon, és akkor azt mondod, hogy full erővel toltam eddig, átnyújtom a kulcsot a többieknek. Mint az a faszi, az a 105 éves faszi. Hát jó, de ő a gyerekeinek nyújtotta át a kulcsot. Hát, gyerekeinek, hogy a gyerekeidnek nyújtod át, vagy pedig a fiataloknak. Csinálják ők. Hát csinálják. Csinálják. Csinálják, és amikor egy ilyen nagyobb fesztiválon vagyunk, és megnézem az éppen legmenőbb zenekarokat, akkor én ott állok, és nézek, és elmondtam, hogy ez most jó, tessék mondani. Ha ők jól érzik magukat, akkor igen, hát tele van a csárda, 10 000 ember oda ment hozzájuk. Jó. Hát akkor jó, igen, hát jó. Azt mondom, hogy jó. Csak valakinek, nem, tudod, a zene az a színpadon, megosztod a hitedet, megosztod a lendületedet, megosztod a gondolataidat, azért, hogy mások, akik bizonytalanok, hogy jól érezzék magukat, hogy támpontot kapjanak. Én egy zenekart megnézek, lehet ez a Rolling Stones is, akkor azért megyek oda, mert tanulni akarok valamit. Hmm. De a Rolling Stones-tól nem lehet tanulni semmit, mert az tökéletes. Tehát a Rolling Stones-ról azt lehet tanulni, hogy hisznek, hittek abban, amit csinálnak. Tehát nagyon... Ezért mindenki, aki ott volt, tele volt tűzzel. Még én is, ja. Igen, és még te is. De ez azért, mert a tűz az... Kitolták magukból a tüzet, és de, ez lángolt. De ha nézel egy ma divatos zenekart, akkor állok ott oda, és nem indulok be. Nem tudom, hogy... Nem ez a fontos. Nem ez a fontos. Most térjünk vissza rád. Jó. Elmondhatom rólad őszintén a véleményemet? Persze, mondjad. Persze, ugye. Azt a tüzet, ami egykor voltál, most nem érzem benned. Néha mondtál kifogásokat. Néha menekültél. Én úgy érzem, ez nem szégyen ezt elfogadni és beismerni. Mert mindig lehet változtatni, mert megvan a két kezed, két lábad és a fejed is. És érted, amiről én beszélek. És érzed is, amiről én beszélek. És innentől kezdve, hogy te ezzel mit kezdesz, ezt rád bízom. Csinálsz ezzel valamit, vagy elfelejted? Az ember minden beszélgetés után leszűr valamit abból, amit hallott, és hogyha elég intelligens, akkor komolyan veszi azt. Én komolyan veszem, amit mondasz. És lehet, hogy... Hát, sőt, szerintem igazad van. Nem az a lényeg, hogy igazam van, hanem te még képes vagy változtatni, mert 95-ig neked van még 20 éved. Tehát ahhoz a 95 éveshez te fiatal vagy. Képest. Jó, igyekszem. Kedves urak, hölgyek! Jó kis kemény beszélgetésünk volt, de én azt vallom, hogy ha felismerek magamba egy adott konfliktust, és arról őszintén beszélek, onnantól kezdve, amíg élek, addig tudok rajta változtatni. Szívvel, lélekkel. Vigyázzanak magukra, szép estét önöknek. És köszönöm a vendégemnek is. Vigyázz magadra.